Dicsértessék a Jézus Krisztus, sláva Iszuszu Krisztu! Kedves testvérek, nagyon nagy ünnep előestéjén jöttünk össze hálát adni az Úristennek a legnagyobb ajándékáért, hiszen egyszülött fiát küldte a földre. Ezt Szűz Mária Názáretben a szívébe fogadta, 9 hónapig hordozta, és most karácsony éjjelén 2000 éve Betlehemben megszülte ebbe a látható világba. Óriási hála ez részünkről, hívőktől, Krisztus hívőktől, akik nagyon-nagyon köszönjük az Úristennek azt a sok-sok ajándékot, amit adott nekünk is, a megszületéstől kezdve, gyerekkorunkon keresztül, egész életünkbe. Nem is tudunk már talán úgy örülni, mint kicsi gyermekkorunkba, amikor vártuk karácsony estéjét, éjszakáját, amikor a nagy meglepetés, a sok-sok ajándék az Úr Jézuskának küldött levelünkre, ott kaptuk a választ. De mi felnőtt keresztények már nem az ajándékra figyelünk annyira, hanem sokkal inkább az ajándékozóra. Ezért nagyon tanulságos számunkra a betlehemi szálláskereső Szent József és Mária először szomorúsága, ugyanakkor az a próbatétele, hogy senki nem akarta őket befogadni szállásra. De mégis volt egy kunyhó, egy város széli kis istáló, ahol befogadták őket. Lehet, hogy ma is ilyen a világ nagy része, akik kényelemben, melegben sütkéreznek a jólétben, azok nem akarják befogadni ma sem a Jézuskát, nem akarnak hallani a sokféle ajándékra, talán már kenyérre, vízre éhező és szomjas embereket, pedig az internet segítségével tudunk arról, hogy a világon milyen sok millió gyerek éhezik vagy szomjazik, milyen sok ember él szállás nélkül, valahol menekült szálláson, sátorokba, különösen most a téli hidegben, milyen nyomorúságos az ő életük. Fontos tehát, hogy mi a kis Jézuskának ezeket az ajándékokat adjuk, amit nem kapott József és Mária az ő szülei, de aztán látjuk élete végén, ő sem kapott meg. A legnagyobb köszönet tehát Istennek az, ha mi a felnőtt Jézus fő-fő új parancsát megfogadjuk, hogy szeressük egymást, hogy mindenkit válogatás nélkül elfogadjunk olyannak, amilyen, és vegyük észre, hogy az emberek nem csak ajándékokra éhesek, ilyen-olyan humanitárius segélyre, hanem sokkal inkább a szeretetre. És a szeretetben valójában az Úristenre éhesek és szomjasak. Nekünk ezt tudni kell, és okosan kell tehát figyelnünk azokra a koldusokra, lehetnek azok akár a velünk találkozó emberek, akik a mi szeretetünkre éhesek. Ne gondoljuk azt, hogy ők veszélyes emberek, akiktől félni kell, be kell zárni az ajtónkat. Vagy ne féljünk attól, hogy ők mérgező emberek, akiket ki kell kerülni, mert ők leszívják az erőinket, az energiáinkat, elveszik a békénket. Jézusban a mennyei atya pont ezt mutatja meg, hogy ezek az utolsók, ezek a semmirekelők, ezek a rossz emberek is, ő nála szeretetre találtak. Ő befogadta az összes tékozló gyermeket, minden bűnbánó embert, de már megelőlegezte a bűnbánatuk előtt is a szeretetet. Látjuk ezt a sok-sok meggyógyított emberben, láthatjuk ezt majd az utolsó napon is, hogy a latrokhoz is elviszi az Úristen szeretetét. Hiszen ő azért született ebbe a világba, hogy bemutassa
a mennyei Atya végtelen türelmét, irgalmát, jóságát. Részünkről csak az a válasz kell, hogy legyen, ami megvolt Máriában, hogy az Isten akarata, szép terve az ő életében is legyen, úgy legyen. Krisztus születik ma is a világba, úgy dicsőítsük őt, hogy a mi döntéseink a szeretet mellett maradjanak, növekedjenek és terjedjenek. Христос рождається, славіть Його.